mennyi idő alatt lehet átprogramozni a szervezetünket? Mi a tapasztalat? Mennyi idő kell ehhez? Sok energia, sok elszántság, minimum fél év. Minimum fél év. És hát nyilván, hogyha valaki mondjuk egy kis babáért küzd, akkor azt hiszem, hogy fél évnél sokkal többet is már valószínűleg beletett ebben. Az átlagunk egyébként két év, és ez rengeteg orvosi és egyéb típusú konzultációval jár, meg mérésekkel és kontrollal, hogy így fogalmazzak. De hát vannak szélsőséges esetek is, amikor 4 vagy 5 év kellett. Ezt úgy hívjuk, hogy reharmonizáció. Reharmonizáció, igen, ez a szó, ez nagyon szépen kifejezi, hogy itt ez tulajdonképpen a szervezetünknek az újra kalibrálásáról szól leginkább, és nem, tehát ez nem egy asszisztált reprodukció, tehát ti nem egy meddőségi klinika vagytok tulajdonképpen, hanem a szervezetet rakjátok azért helyre, hogy aztán természetes módon tudjon érkezni mondjuk a baba, ha a meddőség a fő probléma, ugye? Ezt nagyjából jól értem. Ezt tökéletesen jól érted, igen. De hozzá kell tennünk, hogy van olyan eset, amikor asszisztált reprodukció vége a folyamatnak. Tehát ezt nyilván meg lehet állapítani, hogyha szervi okok vannak, vagy bármilyen műtéti beavatkozásra van szükség, de hát ez is nyilván kiderül egy ilyen helyzetben. Igen. És akkor két év alatt, mondjuk a ti tapasztalataitok alapján, nagyjából el lehet azt érni, hogy valaki természetes úton teherbe essen, hogyha ez a reharmonizáció más orvosi akadályban nem ütközik. Ez a tapasztalat. És erre garanciát is vállaltok? Igen, ez az újdonság. Ugye ez a másfél évnek az első eredménye, hogy mostantól kezdve garanciát vállalunk ennek a végére, tehát akkor kell fizetni, hogyha ez sikeres, pontosabban, ha nem sikeres, akkor visszaadjuk a pénzt.